Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Ezúttal referre adássorozatunkban Petrezselyev József Pránadi nagymesterrel beszélgetünk. Megkérdeztem Józsitól, hogy milyen titulust szeretné, hogy adjak. Azonnal tiltakozott természetesen ez ellen, mert a szerénység és az alázat az a legcsodálatosabb tulajdonság, amit én megismerhettem ezelőtt a pár év alatt, hogy ismeretséget kötöttünk. És igazából az első témánk, hármat szeretném majd trilógiát készíteni, hogy mikor jön az ember életébe az a pont, hogy úgy érezze, hogy a tovább lépéséhez egy tanító mesterre van szüksége. Sokan mondják, ha eljött az idő, akkor megjön a mester is az életedbe. Meddig kell a mesterrel együtt lenni? Milyen viszony alakul ki a mester és a tanítványa között? És igazából a mester hogy látja a tanítványait, hogy mindenkit el kell fogadnia, aki jön, vagy hogy tudja ezeket kezelni, akik nem megfelelő alázattal közelítenek a későbbiekben hozzá, annak ellenére a tudást azt a tanítójától kapta. Tehát ezt a témakört szeretném a körbejárni. Kezdjük az első kérdéssel, hogy mikor jön el az a pillanat, tehát amikor is ugye a mesternek, vagy tehát a tanítványnak mestert kell találnia, választania. Ez általában egy spirituális útnak a kezdete. Tehát amikor elindulunk egy spirituális úton, akkor először ugye próbálunk magunk valamit összehozni, tehát az életünkben hogyan tudjuk jobbá tenni. És amikor már ez nem megy, akkor jön el az a pillanat, hogy meg kell keresned a tanítódat. Uh-huh. Na most ez a tanító keresés is úgy van, hogy mint ahogy mondottad, de amikor kell, akkor megjelenik a tanító. Ezek tényleg ilyen véletlenek. Hát időzőjelben mondva véletlenek, de nekem is például tehát egy kis kép, egy ilyen rajz volt, ami az első lökést megadta, tehát én így találtam meg a tanítómat. Nekem volt egy betegségem, tehát ezzel a betegséggel küzdöttem nagyon sokáig, és próbáltam belőle kijönni egyedül. Rájöttem arra, hogy nem megy. Akkor elkezdtem keresni. Tehát először elindultam a gyógynövények irányába, próbálkoztam azzal, egész jó eredmények voltak, másabbak voltak a tünetek. De maga a fő probléma az nem változott. Ekkor indultam el, tehát azon az úton, hogy meg kell keresnem azt, hogy hogyan tudok majd teljesen kijönni belőle. És megtaláltam ezt a tanítót, tehát akivel sikerült az első alkalommal egy olyan kapcsolatba kerülni, hogy még egy kezelést is kaptam tőle. És amikor ezt megkaptam, akkor éreztem meg, hogy amikor megérintett, akkor éreztem meg, hogy itt van. Tehát ő az, akire talán számíthatok ebben a harcban. És amikor hazajöttem, utána 2 hét múlva voltam egy ilyen kontrollvizsgálaton, és ezen a kontrollvizsgálaton jobbak lettek az eredmények. Tehát ez nem itthon történt, hanem... Ez Németországban történt. Németországban történt. Uh-huh. Ja. Mindjárt hagylak, csak ugye, az jutott eszembe, hogy az embereknek azért megjön ez a problémájuk, ugye, ha az életben valamit nem oldanak meg, ez valamilyen módon betegség tünetében megjelenik a szervezetükbe. Na most A verzió, elmegyek dr. Kovácshoz, aki úgy szintén ad nekem valamilyen kémiai szert, amivel szinten tudom tartani magam, de nem gyógyulok meg. B verzió, elhiszem magamról, hogy én egy olyan fajta tudást tudok szerezni, ahol először, mint betegként, mint kezelendő emberként, de későbbiekben is itt a kérdés, hogy hogyan döntötted el, hogy láttad, hogy milyen hatásos volt rajtad ez a vizsgálat, hogy te leszel az, aki más embereken segítesz, hogy te válj magad mesteré. Hát, na ez egy nehéz kérdés. Tehát én először arra gondoltam, hogy azokkal az emberekkel fogok foglalkozni, akik hasonló cipőben járnak, mint én. Uh-huh. Tehát olyan betegségekben szenvednek, amiből nagyon nehéz kijönni. Természetesen, tehát ez ugye azzal együtt jár, hogy a rokonok is eljönnek, a barátok, ismerősök. És így fejlődött fel, hogy nem csak azokkal az emberekkel kellett foglalkozni, hanem azokkal, akik megkerestek. Ugyanis a tanítóm azt mondta, hogy addig, amíg hozzád fordul valaki, egy ember is, addig taníts. Amíg hozzád fordul egy ember, hogy segíts, addig segíts. És utána jöttek az emberek szépen sorban. Egyre többen és többen találtak meg. Szintén kiutat kereső emberek voltak általában, de volt olyan is, aki érdeklődő volt. Általában az érdeklődők, ők elmaradtak egy idő elteltével, de akiknek fontos volt, akiknek kellett a segítség, azok maradtak. Uh-huh. Természetesen ugye a betegségek, mint ahogy mondottad is, tehát lelki
háttérrel rendelkeznek általában. Ezeket a lelki háttereket meg kell találni. És ezeknek a lelki háttereknek az ember saját maga azért nem akar elébe menni, hanem próbálja eltusolni, amennyire csak lehet. Ekkor kell a tanító, aki egy kicsit szigorúan néha, vagy egy picit tanításokkal, vagy példabeszédekkel rávezet arra bennünket, hogy igen, önmagunkkal igen foglalkozni kell, a lelkünk az nagyon-nagyon fontos számunkra. Amikor a tanító ezt elmondja, először lehet, hogy haragszunk rá. És azt fogjuk mondani, hogy hát de most mit akar beleavatkozni az én életembe. És utána rájövünk arra, hogy hát ez nem így van, mert tényleg igaza van, tényleg sokat kell foglalkozni önmagunkkal. A mai rohanó világban, itt az európai tendenciát, hogyha nézzük, ugye nagyon-nagyon rohanunk mindenfelé, amerre csak lehet. De önmagunkkal nem foglalkozunk. Mindenkivel foglalkozunk, ugye a rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal cipeljük mások terheit, és akkor ugye jön a derékfájás, jön a hátfájás. Miért? Mert mások terhét visszük magunkkal, ez olyan, mint egy hátizsák. Kipróbáljuk, egy téglát beleteszünk egy hátizsákba. Elég sokáig el tudunk vele sétálgatni. De hogyha mások tégláját is beletesszük a mi hátizsákunkba, akkor lehetséges, hogy elfáradunk sokkal hamarabb. Lenne egy kérdésem megint, hogyha van egy ilyen alapszabály, hogy csak gyógyult beteg gyógyítson engem, ugye te is úgy kerültél az útra, hogy a betegségedet kigyógyította. Én nagyon sok természetgyógyászt ismerek, aki mindig jönnek, hogy figyelj, de nekem annyit keresnek meg prostatás betegek mérve. Mondom, és a te prostatát hogy van? És akkor ugye nem válaszol, mert hogy az azonos rezgésekkel bevonzák azokat a betegségeket, hogy általában aki kimeri magára jelenteni azt, hogy mester, annak már illik gyógyultnak lenni, vagy hogy van ez a világ ebben a pránadis világban, amit te képvisel? Hát nálunk is úgy volt, hogy nem a tanító gyógyított meg, ő adott egy lehetőséget a kezébe az embernek, tehát amivel az öngyógyító folyamatokat be tudja indítani. Tehát ott elindult egy folyamat, és ott elmondta, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy én abból ki tudjak jönni. Tehát nem titok, nekem egy kéztartás, egy pozíció 5 percen keresztül kellett, hogy tartson. És ez hozta meg az áttörést, tehát ezzel tudtam kijönni. De hát a tanítónak az utasítását be kell tartani. Az, hogy teljesen egészséges ember tud csak úgy átadni dolgokat, vagy meggyógyítani egy másik embert, tehát ezt én azt mondom, hogy nem egészen írom ezt így alá. Mert önmagával is kell foglalkozni. Tehát mindenkinek van valamilyen problémája. Tehát, hogyha azt néznénk, akkor senki nem foglalkozhatna senkivel, mert az orvosnak is van baja. Például egy térsebésznek milyen problémái vannak? Tér problémái vannak általában. Tehát ő saját maga, a kollégái műtik meg. És ő is foglalkozik betegekkel. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy semmiféle fertőző betegsége ne legyen. Tehát ez egyértelmű. Tehát nem is foglalkozhat úgy másokkal, hogyha valamilyen fertőző betegsége van. De ha például egy olyan kis problémája van, tehát ami nem akadályozza őt, tehát a kezelésbe ment, az energia az átfolyik rajtunk, tehát nem belőlünk jön, hanem rajtunk keresztül áramlik. Hogyha belőlünk jönne, akkor persze, akkor átvinnénk ezeket az ódokat. De nem belőlünk jön, hanem keresztül. Ódokat használtál? Hát igen, ezt. Igen, mert úgy tudod, hogy ez nem Pránadis, hanem Báró Reichenbach Károlynak elnevezése igen. Volt. Így van. Ő használta először ezt a dolgot. Nagyon érdekes és érdekes dolog ez, amit nem. Aki energiával gyógyít, az egyértelmű, hogy mi csak egy gyönyörű aranycsövek vagyunk, ugye ezt szoktak mondani. Aki annak az embernek oda tudjuk adni, amire neki szüksége van. Egy kicsit beszélgessünk, majd utána visszatérünk majd a tanítvány kapcsolatra. Aki szerszámos ládátokról. Ugye erről egy korábbi adásban elég sokat beszéltünk, és ugye azt mondtad, hogy ez a szerszámos ládát hiába kapja meg a tanítvány, ezt időről időre fel kell újítani ahhoz, hogy az működjön. És ugye abban az irányba szeretném elterelni a beszélgetést, hogy jön hozzád valaki, tanul valameddig, és utána elmegy a saját útjára, és ő úgy gondolja, hogy majd ő csinál saját utat, és viszi ugyanazt a szerszámos ládát, ami viszont abból a nagyon konkrét, fix tudásba adódik, mert nálatok azért nagyon konkrét szabályok vannak, amit úgy nagyon nem lehet eltérni. Hogy működik ez a világ? Hát amikor ugyanazt a szerszámos ládát elviszi máshová, tehát ha nem gyakorol, nem végzi a gyakorlatokat, akkor a szerszámos ládából a szerszámok elkezdenek fogyni. Kevesebb lesz az energia, mert ugye tehát egy más úton van,
egy másik útra megy, és fogy az energia. Kevesebb lesz. Tehát a szerszámos láda nem lesz olyan hatékony. Uh-huh. A szerszámos láda, nem véletlenül ezt a rengeteg szimbólumot választottuk ma itt, annélkül, hogy titkokat elárulnál, ugye minden szimbólumnak megvan a maga csoport energiája, csoport tudatossága, így szoktuk hívni, és hogyha ezek egymást erősegítik, vagy esetleg valami mást hozna be a rendszerbe, ott meg interferencia van, ami egyértelműen kioltja. Hogy szeretnék kicsit, annélkül, hogy ültem volna egy napot pránadi tanfolyamot, egyébként valószínűleg be fogok pótolni, hogy működik ez? Ez valójában így van. Így van. Tehát a közösségben lévő tevékenységünk az erősíti ezeket az energiákat. Amikor elhagyjuk a közösséget, akkor ezek az energiák ezek csökkennek. Ugyanis akkor tudjuk erősíteni egymást. Hát mondok egy példát, tehát hogyha beülünk egy spirituális térbe, és ott tartózkodunk mondjuk egy egész napon keresztül. Utána kimegyünk csak abból az épületből, tehát nem kell messzire menni, csak kilépünk az épületből. Már észrevesszük, hogy másabb a rezgés. Más rezonanciával vagyunk. Lehet, hogy kellemetlenül fogjuk érezni, amikor egy nagyon jó energiában voltunk egész nap. Kiléptünk, és ott pedig így, mintha lezuhannánk. Tehát egy olyan érzés van. Ugyanígy néz ki, hogyha a tanítvány tehát elhagyja azt az utat, akkor ez csökkenhet. Tehát ez az energia. Ugyanis megszűnik az a közösségi tér, megszűnik az a közösségi rezgés, átalakítja valamilyen szinten, tehát azokat az energiákat és azokat a szerszámos ládákat átalakítja. Tehát azzal a szerszámos ládával például egy tízes csavar, vagy tízes kulcsot, hogyha megreszelünk, akkor nem biztos, hogy a tízes kulcs, vagy tízes csavart el fogjuk vele csavarni. Uh-huh. Tehát uh-huh. ezt nem szabad megváltoztatni. Uh-huh. De sajnos ugye nagyon sokan változtatnak rajta. Uh-huh. A változtatások azok nem jók. Évezredeken keresztül őrzik ezeket a tanításokat. Tehát nem véletlen az, hogy mit hogyan végeznek, mit hogyan gyakorolnak. Az, hogy én elmegyek valahová, és akkor én könnyítek rajta, mert úgy gondolom, hogy ez sokkal könnyebb út. Úgy a Csillagok háborúra nézzük meg, nagyon jó kis eposz, én nagyon szeretem, és nagyon szép dolgok vannak benne. Mit szoktak mondani? Hogy a sötét oldal az sokkal könnyebb. A másik oldal ugye nehezebb, de viszont tisztább. Megpróbáltam ezt energetikailag is érzékelni, tehát ez egy napra is igaz, tehát ha leültök a 10-20-30-an, akkor te, mint tanító ott, őket bevonod a rendszerbe, tehát a közös energiamező kialakul, és hogyha ő elfogadja azokat a szabályokat, amit ott, ami alapján te ott működsz, és fönntartod azt a mezőt, ha elviszi a kis szerszámos ládájába, és ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy megcsinálja a gyakorlatokat, akkor folyamatosan benne marad abba a térbe, ami ott abban a szobában ott kialakult, és kvázi azt a több ezer éves tudást, amit te ott átadtál neki, tudja vinni. De abban a pillanatban, hogyha ő megpróbál, mit tudom én, egy ilyen kínai típusú francia kulcsot bevinni a rendszerébe, az a valamit fog csinálni, de már nem azt csinálja, amit az ősi tanítóktól te elhoztál, mert hogy ezek a dolgok, ha több ezer év alatt alakulnak ki, akkor nem lehet 5 perc alatt ezeken változtatni. Ez így van, tökéletesen jól mondod. Ez tökéletesen így van. Ott tartottunk, hogy te találtál egy tanítómestert. Ha megtisztelsz, elmondod, hogy ki volt ő, és ugye nagyon sok embernek te lettél most már így Pránadin keresztül a tanító mestere. Milyen a mester és a tanítványok közötti hosszú távú kapcsolat? Hát ő a Christian Weber volt annak idején. Tehát ő volt az első, ő 94. októberében eltávozott át a földi létből, és utána kapta meg a kinti tanítómesterem a tanítási jogot, és azóta hozzájárunk, ez 97 óta, tehát ott tanulok. És hogy visszatérjek a tanítvány, és tehát a mester és tanítvány viszonyra. Tehát például keleten elítélik azt, hogyha a tanítvány elhagyja a tanítóját, és ellene fordul. De például, hogyha ha megvizsgálja a tanításait, és azokat a tanításokat elfogadja, ha pedig ugye bírálja, akkor szintén a tanítóval való úgymond szembefordulás. De természetesen tehát a tanítókhoz elfogadják, hogyha egy tanítvány oda megy, és akkor azt mondja, te mester, magyarázd el nekem jobban ezt a dolgot, mert én nem értem. Lehetséges, hogy egy félreértett szóból alakul ki egy olyan, hogy ezt ő úgy gondolja, hogy hát ez nem úgy van. Uh-huh.
És a tanítóhoz oda megyünk, megkérdezzük tőle, tisztelettel természetesen, ugye nagyon fontos a tisztelet tanító felé. Oda megyünk tisztelettel, és elmondjuk, hogy te, mester, én nem értem ezt teljes mértékig, légy szíves, magyarázd, de a tanító el fogja magyarázni. Ha kell, 5 órán keresztül fogja elmagyarázni, és meg fogom érteni. Hmm. A tanítónak ez a dolga. Hmm. Az alázat mennyire tanítható? Hát az alázat az belülről jön. Az annak belülről kell jönnie. Mert ha nem tudja legyőzni a belső arroganciáját, tudod, hogy meg a motivációját, hogy azért megyek, majd megtanulom, aztán én majd csinálok valami más, sokkal tutibbat, hogy egy más szófordulattal érjek, akkor ezek hosszú távon ezek nem kezelhetők. Azokat nem lehet kiszűrni már a 8-9-es szint tájékán, hogy ezek az emberek azért mégse azt a tiszta szellemiséget hordozzák, ami az egésznek a nyomvonala. Én azt mondom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, mert mindenkiben ott van. Mm. Ott van, hogy visszatérjünk, tehát ott van a jó és ott van a rossz oldalunk is, tehát mind a kettő bennünk van. Hogy melyik oldalt fogjuk használni, tehát az viszont kialakul. Van egy bizonyos spirituális szint, tehát aminél, mint tehát nálunk a technikában, én azt szoktam mondani, hogy a 3-as az egy vízválasztó. Akkor a következő az 5-ös, ami vízválasztó, és van a 7-es, ami szintén egy ilyen vízválasztó. Ugyanis tehát ott olyan tanítások zajlanak, olyan dolgok vannak, amiből esetlegesen, mint ahogy mondottad, az egója egy picikét magasabbra emeli, mert hogy ő már ezt a dolgot tudja, és akkor ő már úgy gondolja, hogy ezt sokkal jobban is tudja csinálni, de nem kanyarodik vissza az ősi dolgokhoz, hanem belerak más egyéb dolgot, amivel összekeveri. Ez olyan, mint mikor a kávéba beletennénk a tejbegriszt. Uh-huh. Tehát, hogy nem egészen illik össze a két dolog. Uh-huh. És nem biztos, hogy fogyasztható lesz. Uh-huh. Nem kis dolgok ezek. Létezik-e a te verziódban a tékozló fiú esete? Tehát ugye, hogyha ugye az egész életet nem büntetésnek, hanem tanításnak éljük meg, tehát hogy aki elfordul a mesterétől, de ráadásul nem is működik az, amit akar csinálni, akkor az életbe azért bevonza maga kis pofonjait, majd itt a karmáról is később fogunk beszélgetni, hogy elképzelhető-e, hogy azt mondja, hogy mester, elnézést kérek, és neked volt igazad. Tehát létezik a tékozló fiú. Persze. Esete. Volt már ilyen az életedben egyébként? Volt. Volt olyan, aki 10 év után tért vissza, és bocsánatot kért, és mondta, hogy hát elnézze, szeretnek írni. Mert ő nem gondolta át azt, amit annak idején mondtam neki, és annyira megharagudott. De az élet visszaigazolta viszont, csak utána már nem mert oda jönni, beismerni, hogy tényleg igazam volt. Hosszú. És 10 év után tért vissza. Hát ott hosszú volt a tapasztalás. Igen, hosszú. Vannak rövidebb időszakok. Tehát amikor például 1 év után visszatér valaki. Semmi probléma, tehát le lehet ülni bárkivel, és meg lehet beszélni a dolgokat. Természetesen ugye vannak olyanok, amik úgymond nem a közösség érdekeit szolgálják, tehát abban az esetben ugye megbeszéljük, tehát azt, hogy mi történt, hogyan történt, és akkor ennyibe is maradunk, tehát ott szépen fogalmazva, tehát van egy ilyen kis békülés, és akkor utána folytatja tovább a spirituális útját. Az jutott most eszembe erről, hogyha kinyitod az internetet, vagy bármit, folyamatosan nap mint nap ilyen önálló posztulókkal önjelölt mesterek kerülnek elő, akik mindenféle kócsok, meg pócsok, meg naponta osztják az észtűvös halomba, és valamilyen módon azért megtalálják magukat azt a réteg közönséget, viszont azok sose tudnak igazából változni, mert csak azokon buggácsolnak, amitől az a szegény kócs elkezdte, hogy majd ő megmutatja a tutit, de igazából együtt botorkálnak a sötétben, hogy a sötét oldalról beszélünk. Ezt hogy tudja valaki kiszűrni, aki egyébként VNTV néző, hogy ugye én megpróbálok egy ilyen szűrőt azért már így beiktatni, hogy ki ez, aki ide leül velem beszélgetni, hogy az életbe ezt azért, hogy éreznéd meg, hogy az ember hiteles, vagy nem hiteles, amikor csak ránézel is, hogy hallgatod egy pár szavát. Nagyon nehéz az út. Nagyon nehéz. Azt, hogy kiszűrni pontosan hogyan tudjuk, az lehetséges, hogy nem az első pillanatban fog megtörténni. Lehet, hogy járnunk kell egy kicsit a kanasztatáncot, ahhoz, hogy megismerjük tehát azt az embert, és akkor egyszer azt mondjuk, hogy de figyelj, ez nem egészen úgy van. Én tényleg nagyon sok a dologról hallottam most az elmúlt időszakban, tehát ami a legjobban meglepett, tehát ami úgymond fel is háborított, tehát nem csak engem, hanem egy jóga oktatóval beszéltem, aki
elmondta azt, hogy sajnos, tehát most Európában nagyon sok olyan jóga oktató van, tehát akik kimennek Indiába, ott elvégeznek egy ilyen jóga tanfolyamot. Nem oktatói, csak egy jóga tanfolyamot elvégeznek, és ott kapnak egy idegen nyelvű, tehát egy ilyen indiai nyelven írott kis emléklapot arról, hogy ők ezt elvégezték. És ők viszont itthon azt mutatják be, hogy hát ő jóga oktató lett, és akkor innentől kezdve ő egy ashramot fog indítani, és akkor hozzá menjenek jógázni az emberek. És ezt egy jóga oktató barátom mesélte el, hogy képzeljem el, már ilyenek is vannak. Tehát vannak az úgynevezett önjelölt tanítók, ugye mi magyarok vagyunk, tehát nagyon sok mindent, spirituális nép is vagyunk, tehát nagyon-nagyon sok mindent, hogy hallunk valamit. Én úgy szoktam szépen fogalmazni, hogy Juliska néni takarítónőként dolgozik, és kirúgják az állásából, következő napon már jósnő lesz. Tehát sajnos, ugye ez egy nagyon durva hasonlat, de ha azt nézzük, tehát sajnos tényleg van ilyen. Sajnos. A jogát érdekes, hogy most említetted ilyen szinkronicitásból, hogy a elmúlt hetekben is sokat támadták a jogát, hogy ez a démoni cselekedet. Egy ilyen hitvezető szájából hangzott el, nem akarom itt még erősíteni se a rendszer nevét. Miért ellensége egy olyan rendszernek a jóga például, ami folyamatosan félelemben tartja az embereket? Miért probléma nekik, ezek az emberek elkezdenek például jógázni járni? Azért, mert a jógával az emberek önmagukat megismerik, és utána nehéz őket irányítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon... Hát a jóga egy belső út, tehát hogyha az tényleg egy hivatalos, hiteles tanító megtanítja, az egy belső út. Tehát nem csak azok a kicsavart mozdulatok, tehát nem arra kell gondolni, hanem a jóga egy belső út. Tehát én ezzel az oktatóval nagyon sokat beszélgettem, és elmondta nekem, hogy ez hogyan működik. Tehát amikor eljön valaki hozzájuk, akkor elbeszélgetnek. Tehát nem az, hogy rögtön az első órán rögtön jógázni fog, hanem elbeszélgetnek, és megkérdezik tőle, hogy mi az, amiben ő szeretne változni. És megpróbál neki olyan gyakorlatokat, olyan meditációkat, és olyan ászánákat, eszembe jutott, olyan ászánákat mutatni, amik átsegítik őket azokon a lelki terheken. Tehát ez egy belső út is. És talán ezért, hogy az emberek, ha befelé fordulnak, akkor nehezebben lesznek irányíthatók. Hogy ez nem belső kérdés, akkor hadd kérdezzem el meg, hogy a pránadiban a borulás, amit minden nap gyakorolni kell a tanítványoknak, meg gondolom a mesternek is, ennek is van egyfajta alázatra irányító irányú, vagy valamilyen belső joga a ti részetekről, vagy ezt elfogadni? Hát ezt nem kell végezni minden nap, tehát ez csak aki akarja. Tehát nálam nincsen kötelező. Tehát nincs kötelező gyakorlatsor. De hitbuzgó pránások azok? Hát aki szeretne fejlődni is, azok csinálják, igen, ők végzik. Ez is szintén egy alázatlan nevelés, de nagyon jó tisztító gyakorlat is egyben. Ugye egyrészt pumpálja a vért fel az agyba? Így van, tehát egy tisztító gyakorlat is. Ha megnézed, tehát mindenki köti a buddhizmusra, ugye, leborulást. De ha megnézzük, az összes vallásban megtalálható. Hát megtalálható a kereszténységben, megtalálható, tehát például ugye az iszlámban, a muszlimoknál is, tehát ők ugye minden nap végzik ezeket a gyakorlatokat. Tehát ezek nem kivételek, tehát nadisoknál ez nem kivétel. Az végzi, aki szeretné, tehát aki szeretne fejlődni, szeretne egy kicsit önmagával is foglalkozni, mert ebben az időszakban, tehát én úgy szoktam mondani, egy kör, az körülbelül olyan 20 és 40 perc között van. Tehát ki milyen gyorsasággal végzi, de ez legalább egy kis meditáció is. A hétköznapi gondjaink, bajaink is ki tudnak tisztulni ezáltal. Tehát nem egy kötelező gyakorlatról van szó, hanem bárki végezheti. Most elég fiatal vagy még, hála Istennek, és egyszer talán beszéltünk erről, hogy a mesterek odafönt elkezdtek már kiöregedni. Igaz? Hogy látod a jövőjét, az utódlást itt a pránadi legfelső szintjén, illetve hogy működik az, amikor a mester már kicsit szeretne kicsit szabadabban élni, kicsit többet az életével foglalkozni, ha bár tudom, hogy az élete pont az a tanítás, hogy te már gondolkoztál-e abban, hogy lesz-e olyan mesterképzésed, akinek majd egyszer át tudod adni a stafétabotot. Hogy működik ez a nagy rendszerben, meg a te fejedben? Ez folyamatosan zajlik.
Tehát ez folyamatosan zajlik, ezek a felkészítések, ezek folyamatosan zajlanak. Tehát ez nem az egyik pillanat, nem egyik pillanatra a másikra fog megtörténni, hanem ez egy folyamat. Tehát ebben a folyamatban résztvevő embereket meg kell figyelni csak. Tehát az a dolga a tanítónak. Mert ugye azt szokták mondani, hogy tanítvány nélkül nincs tanító. Tanító nem taníthat tanítvány nélkül. Tehát nekik is meg kell járni azt az utat, ami ugye majd, hogyha eljön az idő, akkor átadásra kerülhessen, tehát egy olyan technikának a vezetése, ami ugye nagy felelősséggel jár. Tehát ami eddigi tapasztalatom, tehát amikor is, bocsánat, hogy most így elkezdek egy kicsit sztorizni, de eddig, ami úgy átadásra került, tehát magasabb szintnek a továbbadása, tehát azok a tanítók mind elhagyták a rendszert. Egyszerűen nem bírják az energetikáját, tehát a magasabb szinteknek. És meg kell találni azt az embert, azokat a kis csoportokat talán, akik majd ezt az energiát el fogják tudni viselni. Két irányzat van ilyen mesterkérdésben. Az egyik az, hogy légy önmagad mestere. A másik az, hogy ha már a tanítvány mindent megtanult a mesterétől, akkor vagy ő válik más emberek mesterévé, vagy ő önmaga mesterévé kezd válni. Ugye, mert ha nincs honnan tanulnom, ugye neked is volt egy betegséged, de nem tudtál mihez nyúlni, hogy hány százalék, ha százalékról beszélünk, ami visszatér önmagához, és saját maga mester lesz, figyeli a belső effektusait, figyeli a külvilágot, figyeli az energiát, és használja azokat a csodákat, amiket kapott a mesterétől, önmaga mesterévé válik, vagy azt mondja, hogy akkor most keresek egy másik mestert, vagy éleszek a mestert, mert nagyon sok olyat ismerek én spirituális honnan, aki mindig most nem tudom, a 16. mesterem van túl, és mindig nem önmaga akarja megoldani az életét, hanem mesterkereső folyamatokban van folyamatosan. Igen, amikor mástól szeretném megoldást pontosan megtalálni. Igen. A megoldást az nem mástól kell megtalálni, nem saját magunkban. A tanítványaimat már az első szinttől arra tanítom, hogy próbálj meg magadban megtalálni nagyon sok mindent. Hogyha kérdést szeretnél feltenni, akkor először gondold át, lehet, hogy a válasz ott van benned. Ha nem találod a választ, akkor gyere és segítek. Keressük meg együtt. A tanítónak az a dolga, hogy nem megadja a pontos választ arra a feladatra, hogy most neked ezt kell csinálni, és akkor 100%-ig jó lesz, hanem megmutatja neki az utat. Tehát például, tehát, hogyha el akarnánk jutni a Balatonra, akkor, és megkérdezném tőled, hogy hát figyelj, a Balatonra hogy tudok eljutni. Ha nem azt mondanád, hogy gyere, ülj a hátamra, és akkor elvisznek a Balatonra, hanem elmondanád, hogy nézd, itt kifordultok jobbra, ott meg balra, és akkor utána ki fogtok menni az M7-esre, és akkor megtalálod. Tehát a tanítónak ez a dolga. Hogy segíts a tanítványt rávezetni arra, hogy ő saját maga megtalálja a megoldásokat. De ha nincs megoldás, akkor a tanító ott van. Aki keresi, aki, mint ahogy mondott, a 15.-16. tanítója van. Tehát ő önmagával nem igen foglalkozik. Hogy látod a spirituális és ébredés ma a világban, hogy mennyire tudnak tudatosulni az emberek, hogy régen azt hitték, hogy fú, már 2012 után itt mindenki fölébredés, ez lesz, az lesz, az lesz. És azt látom, hogy egyre tudatosabb, vékony réteg azért az nagyon keményen kialakul, de maga a nagy massza, a tömeg, mi mindig csilingelő kocsiját tolja a gazdaságos felé, és nagyon nem látja az itt zajló eseményeket, amire viszont nagyon oda kellene figyelni. Nagyon-nagyon oda kellene figyelni bizony. Tehát ha tanácsot tudnék adni az embereknek, hogy hol kezdjék. Kezdjék azzal, hogy reggel, mielőtt elindulnak dolgozni, üljenek le egy 10 percre csak. Nem kell több időt. Gondolják át a napjukat. És amikor hazatérnek, üljenek le egy 15 percre. És gondolják át, hogy abból mit tudtak megvalósítani, mi az, amit tovább tudnak vinni, mi az a tapasztalás, amit megtapasztaltak aznapon. Így, hogyha így indulunk, az már nem rossz. Nagyon köszönöm neked. Nem befejezzük a beszélgetést, hanem kis szünetet tartunk, és utána újabb érdekes témákat fogunk átbeszélni. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Kedves VNTV nézők, Viva Natura Televízió nézői, Petrezselem József Bunkó, én vagyok a Bunkó. Kedves nézőink, megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. Petrezselem Józseffel, Pálnadi nagymesterrel beszélgetünk. Hamarosan visszatérünk. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjáin találjátok. Köszönöm, hogy itt vagy. Viszontlátásra. Köszönöm.